Jó, azt már nem biztos, hogy fogom használni. Mik vannak még itt? Következő csatában felhasználom az összes ilyen cuccot. Ami van. Pár dolgot ki kell dobáljak, sajnos. De plusz 100% damage se lenne rossz. Nem tudom kire felrakni rendesen. Oké. Ez már a vége. Na most halok meg. Akkor HP. Ezt ki kell szedni nagyon gyorsan, ezt a hátsót, mindenféle téren, képen, módon. Nem mondod. Ezt még onnan le kell szedni. Let us take a closer look at the thing. As repulsive as it is. Ez meg fog ölni. Polipot valahogy le kéne szedni, de durva, nagyon-nagyon gyorsan. Le kell szedni, mert meghalok. Előre húztál, az mondjuk nem baj. Az nem olyan nagy baj, viszont várjatok csak. Csináljuk ezt, hogy elvakítom, aztán cső. Ez az. Használni kell a tokeneket. 19 alap. Na, ez így már van. Aj, te! Na, majd most megkapod. Uha. Oké. Miss. Azt mondja, hogy... riposztos. Eltüntetem a hullát, nehogy felzabálja. Jó. Csináljunk őre egy ilyet. És akkor mehet a mérgezés ezerre. Riposztos, nem jó. Rezisztelte, de remek. De szemét. Na, találjunk ki rá valamit, mert... ez a baj, a riposztal megőrülök, várjatok, nem? Bebuffolom magam, és akkor lesz dodge-om, meg damage-em, crit-em. Annak van páncélja, ezt bevállalom. Jó, így jó. És akkor most már mehet a tuti. Daná, szia, üdvözöllek a csatornán, köszönöm a követést, hello, hello.
Baristerről eltüntetünk egy ilyet. Ez csalás. Ezt mindenki látta. Úgy. Ez az. Na most kapod. Akkor a HP-ja? Az abban még nem a fele. Bár nem számít. 17 crit. Tizenkettes Blight. Rárakom a védelmet a dokira. Van, hogy látom kell. És akkor, hát, ja, menjen ez. 16-os Blight. Kinézte az egyetlen, aki nem volt védve. És... Ja, még gyere, 6-szor egymás után, persze, vágom. Tudom én, hogy működik itt a rendszer. Rohadék. Hetvenöt százalék damage, vagy max HP, ez tankra nagyon jó tud lenni. Egyébként. Hát nem tudom. Egy csereberélek szerintem egyet. Oké. Ja, nem tudok menni. Ez nem fog kelleni. Ez se kell. Tele vagyok, mint a déli busz. Na, beértünk a fogadó. Durva kör volt. The familiar hearth crackles invitingly once again. Oké, nagyon jó. Mindenki mindenről le van tiltva, az a durva, hogy ez így már alapjárta játhatatlan ez a parti. Jó, szerencsére a többi az nem gáz, de még ez is az, nem baj. Se baj. De itt végeztünk is, hogy látom, 52 gyertya. Oké. On and on, over and over, until the truth is laid bare, and you are finally
free. Nagyszerű. Fejlesztünk egy picit. Push ahead beyond the reach of this tenebrous malignity. Na nézzük. To recall a thing is to make it real once more. Azt mondja, hogy ő neki mi a következője. Damage van self, aha. Minusz 20 HP. Itt rezisztanszokat kapunk. Lehet, hogy először a szekeret kéne fejleszteni. És gondolkodok, hogy hogy legyen ez. Spare a thought for tools of iron. Such implements will serve us well. Hearts and minds will carry the day. Lehet, hogy tovább kéne fejlesztenünk a kocsit. Plusz 12 relik. Academic cash. Free random item. Plusz 12 relik. Lehet, hogy kirakom ezeket, mert több lehetőségem lesz vásárolni, meg buffolni. Oké, okay, és ez mi ez? Increased loot from running over road, igen. Plusz stagecoach item. Hát sok gyertyát kell farmolnom még. Sajnos. Plusz 10 reds. Blight skill minusz 2, blitz skill minusz 2, disorienting blast skill plusz 20. Prevention skill, azt mondja, empowering vapor skill. Hát ez nem jó. Nem jó, de nem is rossz. Oké. Okay. És akkor a maradékot azt még szerintem rászórom a izére. These wheels are invested with noble purpose. Every rotation, blessed rest for the warriors of our cause. A stagecoach. After each location remove a 6-10 esélye. Ah, mondjuk az nem sem rossz. És akkor trinketeket veszek ki, hát kapunk valami normálisat. New instruments will help us diagnose the world's affliction and overcome it. Apply on hit if flammable item is equipped. Flammable item. Flammable item equipped plus 30% res piercing gain on miss 2. A welcome advancement in the science. Distant trinket apply on hit. Az ilyen csapda gain van miss. Na ez például nem is rossz kezdésnek. Drop of sanity. Turn start. Páncél gain on miss. Every twinkle of recollection is another implement at our disposal. Na, ez annyira nem tűnik olyan gáznak. Annyira nem tűnik gatyának a helyzet. Itt a harmadik boss az hogyan lehet, hogy mi az második boss az hogyan lehet egyébként tovább menni? Indistinct and ill-lighted. No comfort awaits you here. Lassan megpróbálok bosszokat ölni egyébként. Most már úgy kellene. Required the highest standard of empirical evidence, lest my career and your future be compromised by the cynicism of our peers. Crossroad. Crossroad. No.
Akkor a hősöknél megyünk a Vanguardra, mert az egész jól bejött. Abilityknél ugye ő nála még nincs semmi. Ővele megyünk. A sharpshooter az nagyon adta. Nagyon nagy damage-et kitol. És ezáltal ki is vesszük azokat, amik nem kellenek oda. Berakunk egy shotot, egy másik shotot, illetve egy harmadik shotot. Ezt itt, és így ez fasza is. Aztán ő vele. Plusz 2, dílt van, de mínusz 3, az a baj, mínusz 3 az éje. A Dead Eye az nem rossz, mert ugye a Improved Damage and Crit of Ranged Skill nem millizik marad, a Dead Eye szerintem nála. Annyi, hogy az Ability-ket mindjárt átváltom, ugye nem millizünk, nem kell ez. Szerintem nem fog kelleni ez se. Marad ez. Kellenek még Ability-k. Bent hagyom addig ezt. Jó lesz. A Dokival meg... Az Alchemist nem rossz, csak nagyon kevés a HP-m. Neki kéne valami HP buff. Az Alchemist nem hagyom, mert egyébként az Alchemistje nagyon jó. Nem kell milli akkor. Nem fog kelleni a resist, talán. Ezek kellenek. Van ilyen dizorientációja, az se tűnik rossznak, most már így. Kell ez a hátsó sorra. Lehet, hogy berakunk egy ilyen dizorientációt. Kap egy dízdet. Meg gyengítés, next attack 50% minus damage. Az utolsó háromra. Disorienting Blast. Hit per pozitív token, removal pozitív token. Igen, ezzel meg ez a baj. Ezt kipróbáljuk. Indiscriminate science stains the surgeon's hands. Ha valami nagyon nagy bebuffolt enemy van, akkor arra lehet adni mínusz 50%-ot, úgyhogy az a terv. Aquila, szia, jó reggelt! What a pity. Mi újság? Mi újság van, mi újság van? Kenyér, az jó. The winds whip more harshly on the far side of the brook. Start, el is felejtettem ezeket bepattintani. Megnézzük így. Egész jó hangulatom, minden sikerült reggel. De helyes, na, annak örülök. Az a legjobb, amikor jól indul egy nap. És itt hajnal óta taktikázok össze-vissza. Hogy lenne jó.
dissection. An unavoidable end. Let us hope to finish this quickly. Király. Na megnézzük, hogy most hogy megy így. Kapásból kaptunk két mastery pontot. Most lehet, hogy megnézzünk valami lair boss fightokat, mert kéne. Erről van szó. Na, rakjuk össze itt a szekeret. The familiar hearth crackles invitingly once again. Ezt mindenképp kirakom. Lehet, hogy, hát nem tudom, lehet, hogy Dokinak fogom ezt erőltetni. Kezdésre, nagyon kevés ez a pont, az a baj. Each improvement. Rakok egy ilyet ide. Egy rezolút. Kártyánk nincsen. Mi az, hogy nincs? Rere szavlanut, rere. Miért nincs kártya? Jó, ilyenekre nem költök, szerintem felesleges. 6 inventory slot. Ez később mondjuk jó jön. Kenyeret azt veszek. Vegyünk kenyeret. Rere Norbi. Something to ease the rigors of the road. Egyelőre többet nem költök szerintem. Három gyertya. Everywhere in need. Menjünk gyertyásra. Na nézzük. Ezen a területen a könyvtáros lair boss van, ugye? Az mondjuk kemény. Könyvtáros lair boss. Nem úgy kemény, az paraszt. Behold, the great cities of man, ruined and aflame. Igazából, ahogy nézem, a Baristannek kellenek a Hero Shrine-ok, ugye? Az Oldrinál meg volt az összes Hero Shrine-unk már? Azt hiszem meg. Na várjatok, nézzük, mik a kondíciók. Ez a Feoteres helyszín, ez is helyszín, ez is helyszín. Fisherfolk, az meg azén lesz az új helyszín. Hát itt akkor semmit nem kell nézzek. Tudunk menni ide, kéne Watchtower. Van Hero Shrine. Itt a Lair. Az ebben, hogyha bemegyek Hero Shrine-be, nem tudok Lairbe menni. Menjünk most Lairbe, meg akarom nézni a Lairt. Viszont akkor Watchtower se tudok nézni. Hú, de hülyén van összehozva ez a térkép. Mindegy, nem baj. Jobbra megyünk, megnézzük a Lairt. Maximum gyors reset lesz, de nem baj. Tony Lair. A kezdésnek az elég gyatra volt.
Szerintem. Joe bácsi, szia, szia! Hello, Belu! Jó reggelt! Mi újság? Egy minusz. Egy minusz, egy minusz, egy minusz, egy minusz. Íh, egy stunt kaphatott volna. Bár nem tudom miből, de... Így is jó. Szereted? Na, örülök. Most fejleszgettem a karaktereket, aztán most megpróbálok már lérbosszokat ülni, aztán... Ugye itt vagyok a második chapterben, még csak nem játszottam vele, megmondom őszintén. Így a megjelenésnél ugye megnéztem, azt azóta nem mással toltam, de majd most teszek bele pár játékórát. Mert nekem is egyébként tetszik. Jó, kapunk páncélt kereket, nem kell, mert van. Kapunk combat itemet, vagy így van, az jó lesz. Combat itemet választom. Ez pont jó egyébként, mert üdes a bosszunk, úgyhogy ezt fel is applikálom. Nem tudom még kire. Igazából mindegy, kire rakjuk, mert... Kaptunk volna penészes kaját. Krit az meg a habokban van már meg. Resist? Why? A promising development. Nagyon nem volt mit agyalni rajta. Abandoned or forgotten. It is ours now. Oké. Okay. Lássuk. Kíváncsi lesz erre a lair bossra. Majd. In item, combat item, scouting. Igazából mind a kettővel jó jön a repu. Meg a dokinak is ezekkel. A dokit választjuk. És akkor scouting plusz a repu az 10-re felment mind a kettőnek, az úgy nem volt rossz választás. Én legalább láttam, hogy mi történik előttem. Főleg a csapdák miatt. De egyébként jó hülye voltam, mindegy. Mert a Watchtower fele jövök. Ja nem, nem, a Watchtower kerültük ki, semmi, akkor jól csináltam. Ez jó, és akkor... Bemegyünk a leerbe, mindenképpen bemegyünk a leerbe. Úgyhogy jobbra tarts. Minusz egy páncél, nem baj. Van bőven. Madness is easier than holding out against it. They combat item. Ez a kaja. Innite, vagy hát innite az bármi lehet. Scouting az már nem kell. Minusz 5.
Minusz 5 tűzért cserébe két inna itemet kapnánk, vagy kapunk plusz 30 flame-et és kapunk combat itemet. Legyen combat item. Light. Jó lesz igazából. Ez micsoda? Ja, el lehet tűnte. Ah, ezt berakjuk a izének. Sírablónak. És akkor megyünk jobbra. Megyünk jobbra. Fanatics feed themselves to the fire. Their flesh melting like candle. Na nézzük. Burning pile. Hoho, kapunk extrát, az mi ez? Vulneréből hadd menjen. Az 50%-kal több damage-et kapnak egy körig, vagyis hát nem egy körig, hanem az első találatig. Azaz. Én szeretnék kezdeni, köszönöm. Vaj, nem már. Nyilván nem ezt fogom betolni. Gondolkozok, hogy kire menjen. 15, menjen rá. Minél előbb iktassunk ki valami enemit. Az a fő cél. Oké, meghal. Elvileg. Gyakorlatilag meg őt is megöljük. Mégse. Az semmi. Az egy ötös, az semmi. Még kaptunk páncélt is. Nem tudom, hogy van-e. Nincs, ha nincs izéje. Death resistje, úgyhogy ők instant halnak meg. Pazarlok rá. Ő is meg fog halni, akkor csak ő maradt. Szerintem rakjunk fel shieldet. Na pont ezért. Egy dead. Jó, most elintézik a valagadat, várja. Tizenhárom. És akkor adjunk neki... Adunk neki ilyet. Csak hogy érezze. Na meg ezzel is pofán csűröm. Nézd! Minusz 50%. Nagyon jó, hát ez így kell. Arra nem volt szó, hogy még egyszer te jössz, haver. Ez mi volt? Már megint. A szemét. Na most kapod. Azt mondja, hogy... Ennek meg kell halnia. Hát, nem tudom. Devdoros lesz, ez biztos. Az első három rá tud támadni bármikor. Hát a baj, hogy most tök mindegy kire fogok izélyet rakni. Památ fog rakni. Én azt gyanítám, hogy ezt fogja kapni a damage-et, mert hiány is a HP-ja, de ilyenkor, hogyha ráraktam, ezt fogja, most egyértelmű. Persze. Nem baj, jó volt ez így. Devdor. Megint eljövök. Még egy Devdor. Thank you.
Mit csináljunk ezzel még? Oké. Okay. Ezen a területen egyébként pont nem nagyon van blight szerintem, inkább tűz van meg vérzés. Na kíváncsi vagyok, most itt a boss. Vagyis hát majd lesz, hogyha túljutok az első kettőn. Oké, kezdjük. Jamal, hello, bello. 4 napja tolod? Kemény. The enemy weakens and wanes. Akkor jól tolod. Malaise, measured and steady. Nulla. Agony. Ja, mit mondtam az előbb? Nem mondtam semmit. Meg hogy nincs blight. Éppenséggel van. Nem baj, stabil vagyok. Nincs nincsen def door resistje. Hát ő neki még kéne szerintem egy pofon. Jó, hogy már megfog. Nem, így sem fog meghalni. Nem már. Ó, az szép volt. A promising development. Jó, ezt ki tudom egy hitelni. Úgyhogy vele. Király. One less obstacle in our path. Második akt végén a boss az értem, hát várjál már, én is második aktban vagyok, ott a boss az hogyan kell eljutni? Bár eddig nem tudtam, mi a feltétele? Egyébként nem játszottam a játékot csak a első napba, aztán azóta se. This is a den of absolute evil and wretchedness. Great library. Prepare yourself. Várjatok már. Ja, itt van a Great Library, oké. Okay. Na itt most, itt kezdődik a buli. Mi ez a 3? Miért nem 100? Evés. Be kell ölni egy lérbossz. Ja, értem, aha. Oké, az nem baj. Az not bad. Nem tudom, mit csináljunk vele. The fiend's strength dwindles. Observe the subject. Ez az első 3 pofán verik sajnos. Nem tudom, kire rakja majd ezért shieldet. Mondom őszintén. Miss? Ja, blind. Hát persze. Na így már jobban tetszik. Na ez blindult be. Ez meghal elvileg. Ezeknek sincsen death doorja, elvileg instant kell halniuk. 6 HP, 8 HP. Ezt nem tudom miért itt csináltam. On to the next. Ignite. És még heal elődött is, és még agyon is ver.
Az igen. The enemy weakens and wanes. Meghalsz te is. Messy, but effective. A petty hindrance. Nem is jó, olyan RNG-t kaptam. Ja, hát én így az elején nem is nagyon lérbosszoztam, mert fejlesztettem a karaktereket, mert az eleje úgyis farmulós. Azt most mondom, megnézem már rendesen. Várjátok, azt lehet, hogy meg kéne hamar ölni. Most jutott eszembe. Blind. Nem röhögök, mert aztán volt már egy picsán vágtak így. Aha, ő neki nem szabad előre jönnie. Azt nagyon gyorsan meg kéne ölni. Várjátok, adjunk neki. Adjunk neki pofont. De miért nem megy le róla a pajzs? Haló. Ott maradsz, haver. Azt hiszem, majd kihíleljük, hogy tudja tököm. Ezt nem szabad, hogy beérni, mert felrobban. Gyerünk. Mindenképpen el kell verni ezt a mocskot. Öt, és akkor most kap egy extra brutál poison-t. Az már meghal. Oké, ő már nem fog felrobbanni. Nagyon jó. Blight, ő is meg fog... Hát nem fog még meghalni, de lassan majd meghal. Egy kis hátralökés is volt. Iha. Lerezisztelte 20-es reziszten a Blightet. Ez pofátlanság. Jó lesz így. Azt mondja, hogy 2-4. Nem variálok ilyen shieldekkel, itt felesleges. Tolom neki, az kész. Ingyen heal, meg steal-t, legjobb. Itt viszont kapni fogok egy pofont. Várjatok, lehet, hogy azt kéne... Egy dodge. Hármat kibírok. Á, jó, működött a dodge, tök jó volt. Oké. És ha befejezhetnéd, mert összeverlek, mint a lovat. Na, jó van akkor. Mehetünk tovább, azt megnézzük, hát... Mekkora a Blight Resist ennek a szemétnek? 30? Az nem is gáz. Az not bad. Aha. Ez 16-os. 8 crit, Blight.
Na most őt vagy elvakítom. És akkor ővele még azt mondom, hogy mivel nem tudok más csinálni, ővele most így shieldezgetek. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz. Page Burner. Égess csak a könyveket. Oké, lehet, hogy a dokira át kell raktam azért, a shieldet majd. Mindig elfelejtem, hogy ő ilyenkor 8-szor lép, mire én egyet. Az összes boss ilyen. Oké. Blight. Most vagy debuffolom. Az meg. Asszus. Hehehe, persze. For who knows what lurks in the beyond. Ő jön 6-szor. A little help impeccably timed. Hát a boss pártok azért le vannak cheatelve, elég erősen. Azért azt tegyük hozzá, szóval nem teljesen fair. Tényleg nagyon jó RNG-nek kell lenni, hogy minden bejöjjön. Ezt kell, hogy mondjam. Resist, bazzeg, mindenre, nem mondod? Ez mi volt? Nem baj, Móni, most kapni fogod. Elmondunk mindenkivel. Hát Dokit azt healeltettem saját magával, más ötletem nincs. Oké. A small foundation of trust. Mistimed as directed. Miért őt kell állandóan basztatni? Amúgy. Miért őt basztatják állandóan? Nem értem. És figyeld meg, hogy nem lesz Death Door Resistem, 1000% majd figyeld. Ezt már ismerem. Ezt már ismerem, mint a rossz pénzt, ezt a húzást. Persze, ő meg rezisztel 20-on. Hú, bazd meg, te gusztustalan. Figyeld! Ezt meg. Azt a pofátlan mindenségit neki. Hú, gyerekek, nem baj, megpicsázom. Ezt most már megverjük, mint a lovat. Muszáj. Meg, ja persze, majd egyszer. RNG. Teljesen korrekt amúgy. De jó. Lerezisztál mindent, 6-szor ő jön. Le kell rásolni. Na, végre dodzsoltam egyet. Van ilyen? El se hiszem, gyerek. Na, végre. Na, Istenem, basszeg. Jaj, nem.
Katasztrófa. Na most ő fog jönni még 86-szor, majd figyeld. Blight, ah, csoda, kapott egy Blightot, oda néz. Oda néz. Nyalóka? Jó van. Ő jön 66-szor. Jó, oké. Okay. Ennyi. Azaz. Szevasz. Nem csinál belőle ügyet, kezdem újra, az kész. Igazából. Szokásos 86 miss, meg 96 izé dodge. Persze, hát lerezisztelt mindent, ez szar volt az RNG. Ilyenkor inkább újra kezdem. Hát cheat, cheat, persze látszik, RNG cheat. Pontosabban az RNG megvan, csak pont azt esetettem az egyik videómban, hogy úgy van belőve, hogy vannak ezek a chance-ek, az alap beállítása a chance-ek, mondjuk az ő javára 50%, az enyémre 10%, és akkor onnan jön az RNG, hogy akkor mit ad be. Nyilván ez előre viszont be van állítva százalékra. És az RNG megvan, csak ugye a háttérértékre. Úgyhogy igazából az nem tudsz nagyon mit kezdeni. Ez ilyen. Teeming markets, bustling streets. We delighted in the city's vitality. Ez sajnos ilyen, ez benne van. Every twinkling recollection is another implement at our disposal. Ennek a déznek egyébként nem sok értelme van a játékban, ahogy észrevettem, mert semmit nem csinál. Mert az lenne a szerepe, hogy lelassítja az enemit, de nem lassítja le, abszolút nem lassít semmit. Én szerintem nem működik a dézd mechanika. Nincs kioldva, nem oldottam ki egyet sem, mondom, hogy nem játszottam vele. Megjelenés napján játszottam vele egyszer, azt azóta se. Ugye, most türelmes vagyok, most nagyon jól tudom, hogy ez ebből áll. Az RNG-nek itt tudod, hogy miből lesz szerepe? Az, hogy milyen trinketeket kapsz, azon megy el, vagy a, érted? Szóval teljesen attól függ a játék. Addig kell menned, amíg nem kapsz olyan lootot, ami jó. Mert jó loot nélkül nem fogod tudni úgysem megcsinálni a játékot, az tök egyértelmű. Én azért nem is idegeskedek most ezen, mert tudom, hogy hogy működik. Sharp. Double tap, az jó lesz. Hunted, harried, a fugitive seeking to outpace the past. Yeah. Avarice slips unseen into the catacombs of the mind. Ez a piercingre ez is tök jó, csak mindegy, marad ez. Nem rossz, igazából nem volt eddig se olyan rossz. A Sheffield egyébként nem lenne olyan rossz, csak... Csak eddig folyamat berezisztelték ezt is. Most, hogyha kifogok egy olyan RNG kört, akkor a bosszor is így például rárakom a Shuffle-t, akkor felét sebbiz, ez meg nagyon, nagyon nagy segítség. Hát ez így tök ilyen, tényleg ezen múlik. Igen, a trinket meg a relation. Ja, persze. De hát az RNG inkább benne. A többi az meg azt mondom, hogy olyan 80%-ban azért javára van kihozva. Az enemy javára, a harc. Mármint a lépések, bocsánat, nem a harc, a lépések.
bulwark of your denial is giving way. Például ezen, ezen az akkonton, ezen a progresszen, hallod, a beléptem a játékba, a prológus után az első körbe megpicsáztam az első bosst a chapter végén. Majd a YouTube-on fel lesz a videó, azt meg tudod nézni. RNG, az úgy jött ki. Tudod, azt a harangozós bosst, vagy mi a szar. Hát az első nagy bosst, ja. Itt teljesen RNG az egész. Resist persze. Mert valahogy úgy fog talentálni. A baj, hogy... ja. Ugye az előső damage-re kell, meg a hátsó damage-re. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom, hogy a dokit. Na, mastery training, azt fogjuk csinálni. Hát ezt most, ja, ezt most lehet, hogy kihagyjuk. Megtartom egyesen. A dokinak rárakunk erre egyet. A highwaymennek meg rárakunk akkor erre. De csak azért, hogy nagyon gyorsan tudja osztani az egész sor damage-be. Most nincs jobb ötletem. Van ez. Something to ease the rigors of the road. A bit of comfort on the road to damnation. Egyelőre így jók vagyunk. Na nézzük, csak kell nekem a kocsira a fákja. Szuper, és akkor kaptunk egy ilyet. Ez dézdet azt abszolút nem annyira felesleges használni szerintem, hogy... Várjál csak. Tankkal. Ez Audrey. Every road a winding torment. Every turn bent on our destruction. Ebben milyen boss van? Itt nem voltam még. Könyvtárs, az nem lenne rossz, csak... ja. Könyvtárs szerintem az ráér egy következő körre. Ezen a szakaszon megpróbálok most bossztölni, meglátjuk, hogy milyen lesz. Propriety floats listless on the tide. Brined in noxious degradation. Na, várjál csak. Hova kell menni? Itt is van a boss lair rögtön. És Hero Shrine, lehet, hogy elmegyek balra Hero Shrine-ba, mert úgyis kell Hero Shrine, és akkor utána meg a boss. Minusz 1 kerék. Minusz 1 karika. Na nézzük. Elméletileg ugye a csajnak még hibázik valami. Chapter
chapter 4. Ah, még van egy. Filthy rich. Csajnak az utolsója. Ja, ez a visszavágó. Ja nem, ezt hogyan kellett megcsinálni? Ezt nem értem amúgy. Mert előrébb kell menni, de folyamatosan visszalök, szóval tele nem vágom, hogy ez hogy van. Ó, de várjál, de azt hiszem értem, hogy van. A baj, nem tudok mit csinálni, nem lehet elszkippelni a lépést, nem mi. Az a baj, nem lehet elszkippelni a lépést. És így nem jó. Ezt még mindig nem értem, ezt az egészet amúgy. De rohadtul nem vágom. Nincs olyan, hogy lépés skip, ergo vagy belemész, nem, tényleg nem értem ezt. Várjál, de értem, mert úgy van, hogy az elsőnél nem használom el a potit, bemegyek a második pozícióba, visszalök egyel, utána megint bemegyek a második pozícióba, ott fedett leszek, és akkor használom el a potit. Jó, mindegy, majd legközelebb. Érdekes. Ezt az encountert, ezt nem vágtam soha még. I trust you have calculated your odds carefully. This will not be easy. Na nézzük. Ez a boss? Ez a boss hely. Kapásból stealth-be ment, blight-os fasza. Hiába ment stealth-be a pajti. Bleed-esek? Ez mi a szar? Ott HP, 6, nem baj. Kapta. Bleed. Resist. Helyes. Ez hal. Egy HP. Azonnal kritet üt. Mehetünk tovább egyel. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni most. Rok rájuk blindot. Azt a kúró, az. Ja, blind lett, az a lényeg. Resist, jó. Jó, nem lökött hátra. Azt mondja, hogy rakunk shieldet a... Doki a legveszélyeztetettebb talán, hadd nézzem. Ők ugye előre támadnak, ők hátra.
Dokinak van a legkevesebb HP-ja most. Harmincas Blight. Jó, nem baj, beadta. Itt viszont csinálunk egy